Mi van, hol vagyok? Szerda, nem tudsz hazajönni? Szia életem! Vilnában van a kis hajad? Nem mindegy. Nem mindegy. Mert? Mert imádlak. Mi van? Az új ruha van már rajtad? Örülsz, mi? Tetszik? Csöcsike? Legyen? Mikor ki? Be kéne mozgatni. Honnan tudod, hogy nincs bemozgatva? Hát általam nincs bemozgatva. Ez az, hogy általam. Sokáig böjtölt Pamela, úgymond a kedvességemmel kapcsolatban. Viszont mindennek eljön egyszer az ideje, úgyhogy most kezdem beváltani a kedvesebb Berg Krisztián jön elő. Mennyit ad tudsz elkészülni? Minek? Nem ennyi. Hogy sem ennyi? Hát most főzöm a rizst, a Natika alszik. De mennyi idő? Mi mennyi idő? Mi mennyi idő? Mennyi idő, még elkészülsz? Minek készülnék már el? Mert elviszlek valahova, pár napra. Minek? Hova? Pár napra? Mm-hmm. Natival? Igen, Nati Bogyóval. Hova? Írjak soha neked nem vittél sehova, te miről beszélsz? Megváltoztam. Nem tudod, hol van a szírszólom? Aláírtam volna neked egy autogramkártyát. És ki mondta, hogy kére? Nem kell tőlem autogram. Nem tűnt fel, hogy nem a 20 éves kislány vagyok, aki azért rajong érted? Hallod, Hódi? Most ne szórakozzál, réces, induljunk el. Hova itt induljak vagyok, el, itt vagyok. Riton vagyok, a igazi, semmi. Igazi férfi vagyok. Közepén, igazi férfi az, az. Kalapálni. Azt gondolom, hogy voltak idők, amikor ezek fontosak voltak, most szerintem sokkal fontosabb, hogy ki tudjuk fizetni azt az embert, aki beveri a szöget a falba. Gyere, menjünk már! Kitaláltam valami jót. Csak mit? Miattad. Mit? Na, öltöz fel. Mondjad, hogy miért öltözzek fel most? Mert elviszlek valahova, ennyi, legyen már meglepetés. Hát neked számom. Az egész életem arról szól, hogy téged meg tudjanak lepni. Nagyon szeretem a meglepetéseket, bár túl sokat nem kaptam az életemben. Én kíváncsian várom, hogy mit hoz még elő a Krisztián. Miért magadat nézegeted? Öltözzél inkább. Hát mert érdekesebb vagyok, mint te. Tényleg? Aha, de most minek öltözze? Azért, mert elviszlek valóban, megmondtam, hogy megváltozok, rendes férfi leszek. De neked elég volt, hogy húztam kaptam az egyes sorszámot, így van. Megkaptad a ruhákat. Elég ennyi. Az volt az első, most kapsz valami mást. Mit? Hogy rájössz? Elefántot? Elefántot. Ha? Kell az elefántom? De honnan itt vagy? Hallod, Krisztián? Most el fogsz ideig szépen sétálni, segítesz vinni a cuccokat. Mi bajod van? Az a segítségem, látod, hogy én hozom a gyereket, én hozom az összes cuccot, mindent én csinálok. Én meg elviszlek. És ha meg fölmegyek, akkor szerintem ki fogja megnyomni. Téged nem tanított meg senki arra, hogy mi az az udvariasság? Senki? Tessék, állj meg egy pillanatra. Meg ne fulladjál meg. Most? Hogy nyomod meg a gombot? Pont sehogy. Tehát mire vagyok jó? Nincs ez a hopp. Hopp. Hopp, a lábammal csináltam. Na, nem, megnyomtam. Pakolj belé, szíves. Erre képes vagy, vagy? De minek hoztál ennyi minden? Megtaláltad volna már velem. Azért, mert egy gyereknek pakoltam össze, meg a másik gyereknek, a te személyedben, meg saját magamnak, az egyetlen egy értelmiségnek. Régen a mentorom azt mondta, hogy akkor menjek üdülni vagy pihenni, hogyha egyetlen egy dolog van nálam a bankkártyám és azon kellő fedezet. Úgy tűnik, hogy Pamela még ezt nem ismerte, és megpróbált két hónapra becsomagolni. Hátra üljek Natival? Hát lehet, hogy... Olyan leszel, mint hogyha sofőr lennél, kisinas. Van egy sofőröm Berki személyébe. Na induljunk, Berki! Nem vagy normális, Fordi. Hallod, nem leszek a sofőröd, üljél de szépen előre. Nem. Gyerünk. Mondom, üljél előre. Mondom, nem ülök. Jó, nehogy fölvegyek a stoppost. Hát, na nehogy. Valami kis sukárlegényt felvehetnél ide. Nem sukárlegény, valami labdákkal rendelkezőt. Hát a labdám nekem is van. Jó napot kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm én. Benne van a kulcs, jó? Rendben. Vigyázzon rá, mint az életére. Igyekszem, tessék, parancsoljon. Köszönöm. Gyereket én vigyem? Azt hittem, hogy te hozod. A Natit? Nati Bogyolt. Hát te vagy az izmos, vagy én? Ez csak látványpékség életem.
szia, kislányom. Nagyon szép. Jó? Igen. Úgy izgulok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Nagyon jó. Igen? Aha. Gyönyörű szép volt a szálloda, én konkrétan nem kaptam levegőt, én nem voltam még ilyen szép helyen, így hétvégézni, én azelőtt nem nagyon jártam wellnessezni, soha nem voltam ez az ilyen wellness fan, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett. Oh. Milyen név volt az emberek? Berki. Ezt ki kell töltenem? Igen, legyen tudom. Több helyen elég az aláírásom, jó? Igen. Két szobát átviszik most. Milyen töltött? Parancsoljanak. Milyen kettő? Ne érdeklődjél felfelé. Miért kettő? Hát tegnap se aludtunk együtt. Ki tudja, hogy sikerül ez a mai nap. Külön kivettél nekem egy szobát, hogyha megismerkedünk itt valakivel? Nem, azért vettem ki még egy szobát, hogyha nem úgy sikerül az esténk. Ja, de milyen jó, hogy ezt csináltad, nagyon ügyes vagy. Igen? Gyere, menjünk ki. Merre van az előre? Arra. Nem értettem, hogy miért kell kettő szoba, így először gondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy azért, mert még mindig nem alszunk együtt, eljövünk wellnessezni, de azért nem alszunk együtt. Nem értettem. Mondom, ennek mi értelme volt? De aztán így igazából annyira sok hatás alatt voltam, hogy mennyire jó helyen vagyunk, hogy így nem is érdekelt. Várjál már! Miért? Nézd csak a másik meglepetésemet. Hol? Hol? Ott a Krista. Na gyere! De miért van itt? Ez a másik meglepetésem azért. A Krista? Igen. De te hogy, hogy itt vagy? Mert én vagyok az egyik meglepít. Jöttem vigyázni a napira. Élvezzétek ki. Igen. Ezért van kettő szoba? Hát azt én nem tudom. Jé, hogy összeraktad. Te ilyenekre oda vigyelsz? Uh-huh. Na, jó. Vigyázz a lányomra. Vigyázok. Kösz minden. És itt alszatom meg minden, és mellettünk lesztek a szobában? Igen. Nem mellettünk lesz, más. Akkor egyébként nem is aludnál részek, ha mellettünk lennél. Vigyázz le, jó? Na jók legyetek. Szia, köszönjük! Okay. Szia! De jó! Gyere itt a liftecskénk. Most hívtam. Tényleg? Fölmegyünk a plafonra. Jó. Ne itt kezd el. Mit? Szerinted mit? Nagyon izgulok. Mit a? Hát, hogy mi lesz? Most van az a pillanat, amikor Pamela egyértelműen férfiként tekint rám, és nem apaként, úgyhogy elő kell vennem a macsót, és teljesítenem kell, úgy tűnik. Na? Elhoztalak a lakosztályba. Úristen! Na? Gyere csak, mit intéztem? Á, Natina kágy! Igen, de ezt nézd csak, ott az ajándékod. Úristen! És ez a Natié? Az a Natié, igen. Itt Nati csokor? Igen. Mennyire jó! Én csak ámultam és bámultam, és hát, hogy csokrok ki voltak rakva, Natinak minden elő volt készítve, szóval ez a teljes felszereltség. Nagyon jó! Na, hova vigyelek először? Hát... De még először nem az. Nem az. Ide. Menj be. Nézd be szembe. Van szauna? Van. És itt fogunk rosszalkodni? Ennyi csillaggal, ami a szállodán van, meg egy lakosztállyal, azt gondolom, hogy bárkit sikerült volna lenyűgözni, de hát egyértelműen a cél az volt, hogy Pamela álljon el, és ne olyan legyen, mint egy elfelejtett karácsonyi ajándék. Nagyon jó! Teljes extázisban vagyok itt hirtelen. Vagy? Aha. Kár, hogy a puszta jelenlétem ezt nem tudja okozni. Hát ez az! Ha? Úristen! Gyalupad? Milyen szép! Szívecske van kihajtogatva. Hát én hajtogattam egész tegnap éjjel. Gondolom. Hát mi szedett ki? Hát nem te. Most azért ugye egy ideig nem voltunk együtt, és hát azért ha valami, akkor vonzódás az van köztünk és kémia. Úgyhogy én már nagyon vártam az estét, és hogy meglássam, milyen lesz itt aludni. Hogy ne tudjál elszédülni, fölhoztalak a legmagasabb szintre. Aszta! Mi? Úristen! Kár, hogy nem hoztam labdát, mert tudnék a szomszéddal itt láttani szezni. Krisztián, és itt végig a miénk? Hát miért szerinted kié?
Ekkora terasz? Hát gondoltam, hogy itt már az elférünk. Milyen jó kaja illat van. Már éhes vagy, mi? Igen. Tadam, tadam. Mi is van? Tadam, 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 tadam. Jöjj, te megedett a kis lábadat. Neked? Nézd, itt hoztam. Melyik az enyém? Meg gondolom, szerinted melyik? A narancsátok. Kéred? Aha. Na gyere, érte föl. Én szégyellős vagyok még mindig a testemre, tehát ha szereti az ember a párját, akkor az a megfelelési kényszer ott van. És még mindig azért így nem annyira mutogatom magam. Isten császár! Rád akarok fordulni. Na gyere. Mano! Itt van a testem. És akkor fázik. Szerintem most nagyon sok nő féltékeny volt rám, azt gondolom, mert hogy ilyen pozsi nincs még egy a Úristen, ilyet nem mondok. Aj, de jó, hogy túl vagyunk az elmúlt időszakon. Azért jó, hogy kipékültünk, nem? Azért jó, hogy túléltem, mert ezt túléltem. Még hogy nem fulladtál be, azért egy kis kellemesebb, mint a Duna, nem? Egy picivel jobb, aha. Nem maszd ki a fejed? Te is jobb társaság vagy, mint a Sirilla. Manó. Nem sok valamit? Hoztam neked valami meglepít. Pont álmodtam. Na hát most vagy akkor álmodj még begyobbat. Mi ez? Hát pont véletlenül tudom a méretedet, és azt szeretném, hogy ebbe gyere ott. Jó? Tetszik? Igen. Kocsit csókot? Uh-huh. De hát már nem volt ennyi meglepi elég? Nem elég. Sosem elég? Sosem elég. Krisztián pontosan tudja, hogy nekem milyen ruhák tetszenek, pontosan tudja az ízlésemet. Én teljes ledöbbenésben voltam, hogy nem elég, hogy mindent teljesített eddig, amit kértem, és oda tette magát, még rátette egy lapáttal, és még a ruhát is hozta. Jó fog állni? Úristen, de jó csaj lettél, Hódi. De bunka vagy. Hát most szerintem meglátnálak, meg akarnálak ismerni újra. Tényleg, mint régen, mikor megláttál? A régen az egy elnök volt. Tudom. Na tedd le, azt még csókot. Mit tegyek le? A ruhában. Nem? De szép? Igen. Itt a fogasa, egy bambusz. Mi van a csöcsikről? Nem vagy olyan könnyű, mint régen. De a régen az egy elnök. De jó a halad. Ügyes vagy. Tudjél már! Hogyan? Most! Na! Most! Hol tegyenek? Szeretném, ha olyat kapni és olyan dolgokat élne át, amit még eddig soha senkivel, és esetleg ezután sem fog. Számomra ez nagyon fontos, és hát látható, hogy igazából az én közegem az ez. De vagy a pincér? Életem egyetlen. Erősebb, tudom, hogy szereted az erősebb. No, nem mondod. De. Figyelj! Ezt tudtam neked összehozni, jó? Asza! Csak hogy nehogy összeessél ma este, igen. Ha megeszem ezt a sajtot, tuti nem sajt, esek össze. Sajt, napúcsirke, sajttal és steak burgonya. Jézusom, Krisztián, 8 kilót fogok még hízni. Én is. Köszönöm. De fincsi. Kész még esetleg tartárt, meg hozok azt is. Nem, elég lesz. Igen? Tényleg? Igen. Csinos felszolgáló lenne belőle. Lehet, adnék neki egy kis borravalót. Mire iszol? Erre vagy arra? Natira. Natira? Uh-huh. Miért nem arra, hogy volt egy múltunk, most meg van egy jelenünk, azt jövőt meglátjuk. Szeret? Uh-huh. Erre harap rá. Annyira nem szeretlek, hogy elharapja. Tudtam. Neked mennyi időd van még, Dani? Versenyig? Á, még több mint 2 hónap. Nekem összesen van ezzel a héttel együtt 6. 6 hét? Nem tudom, hogy be fogok-e száradni rendesen. Meg lehet, de akkor nyomjad keményen. Ja. Ne lazsálj. Jó, hát ha annyiszor kéne bekészülnöm, mint neked, akkor lehet, hogy nekem is sikerülne. Lesz annyi is, még egy pár év.
fontos versenyem lesz. Nagyon örülök, hogy vele edzhetek, és hát igazából folyamatosan próbálok tőle elcsenni ezt a szomaszt, meg hát faragni a izomzatából magamra. Mióta versenyzel? 10 pár éve. Nem sok. Még hátra van egy 10-es. Még annyit akarsz? Annyit még lehet. Nem kérsz semmit? Nem. Máté, nyomassuk. Mit csinálsz? Nem menjél le. Nem kell semmit? Nem. Hozol nekem 20 percenként protein? Jó? Jó, ne, az elég lesz, jó? Okay. Ott a büfé ember. Nem bírsz elmenni? Dani. Nem. Hát mi van veled? Nem tudok elmenni. Bill Gates nem ekkora király. 5 percenként hozzáüdítőt? Nem, 20 percenként. 20 percenként. Normális vagy? Bármilyen területen, hogyha dolgozom, akkor nagyon fontos az, hogy kiszolgáljanak az emberek, és mi is minden kéznél legyen, nincs ez másképp az edzőteremben sem. Vegyük meg neked a versenyt akkor, ha ennyire megy a dolog el. Jó, hogy legyen saját versenyben. Hát viccelsz? De... nem értelek. Dani. Hát most én úgy gondolom... Hova szórod a pénzt? Nem szórom, hát nekem fontos, hogy 20 percenként itt legyen a proteinem. Ezért dobsz egy ötöst, hogy hozzon neked 20 percenként egy üdítőt. Most éppen ráértem. Normális látom. Vagy? Foglalkozz az edzéssel. Úgy sincs vendége. Én még ilyet nem láttam. Teljesen nem vagy normális. Halló! Szia Balázs! Szia Balázs! Figyelj, szeretnék egy olyan szívességet kérni tőled, hogy arra a döntésre jutottam, amit már régóta is mondtál, hogy lecserélném az autómat egy biztonságosabbra, és egy olyat szeretnék, aminek nagy a csomagtartója, hogy bele tudjam tenni a babakocsit, tudod, ne a hátsó ülésre kelljen, és hogy tudnál-e nekem abba segíteni, hogy miért vegyek, vagy hogy egyáltalán hol nézzek, mert én abszolút nem értek az autókhoz. Tudsz nekem segíteni ebbe? Balázs az, aki az autók terén abszolút jártas. Tehát, hogy ő mindenféle kategóriájú autót ismer, a Krisztián ugye már kevésbé, tehát ő csak a felsőbb szinteket, úgyhogy én a Balázsban abszolút megbízom, úgyhogy az ő tanácsát kértem ki. Ezt én már mióta mondom neked? Hát tudom, csak jó, hát most, hogy megvan a Nati, konkrétan belém jön egy biciklis, és már vége az autó. Jó. Na, jó, de hát tudsz nekem segíteni, hogy miért, megmondom az árat is, hogy milyen árkategóriában szeretnék, aztán. Jó, oké, persze, oda a terephez, oda tudsz jönni? Fú, elküldöd nekem a pontos címet, és akkor GPS-tel oda megyek a Natival. Jó? Jó, akkor én is oda megyek, és akkor ott segítek, ott találkozunk. Jó lenne, hogy saját, akkor lennék mintán, mert úgy lehet, hogy lenni esélyem valahol most már. Mondjuk Amerikában. Hát még egy pár évet magadnak. Basszus. De mennyit még? Még egy 5-8 évet? Nem? Türelem. Amerika az kemény. Megjött a protein, nem érzel? Biztos, hogy nem kezd. Biztos, hogy nem kezd. Töltés. Azt hittem viccelsz. Csak időben. Nem. Felmisszel. Ilyenek a barátok, nem? Látod? Figyelnek a felkészülésemre, látod? Kösz, Máté. Ha valaki azt mondja, hogy nem használja az embereket, az hazudik. Amikor nem szoros barátságban vagy valakivel, akkor egyértelműen használod a másikat, célod van vele, sokszor ki is használod. Én még ilyet nem láttam, komolyan mondom. Tényleg? Nem találkoztam még ilyen emberre. Ennyire szorod a pénzt, nem hiszem, hogy ennyire tele vagy. Figyelj, akkor leszek én is a barátod. Tehát mondjad, mit hozzak, adsz egy 10-est, 20-as naponta, hát most miből áll? Érted? Nem nehéz feladat, nem? Ez vicc. Kis hát. Ne. Nem láttam még. Nem. Te jössz. Ne akadj ki ennyire, Dani. Komolyan mondom, bár... Ne akadj ki ennyire. Ilyen lusta disznó legyen. Ne edzek a helyet. Húzok 10-zel többet. Nekem már nem is kell. Adj egy 5-öst. 20-szal többet húzok. Edzeni szeretek. Csak hogy ne kell már mindenire elmennem. Hagyjad már. Ilyen lusta nincs a világon. Komolyan mondom. Majd Balázs, valami jót találjunk. Na mi az elképzelés? Mire gondoltál? Hát valami nagy csomagtartó. Nagy csomagtartó, ennyi? Csak az akkor valami nagy kombi? Nem kell kombi, az nem tetszik. Például ez nem tetszik az ilyen kombi. Jó, azt nem értem, hogy van a Krisztának egy csomó autója. Ott van a luxusodnál jobbnál jobb autó. Miért nem jó az neked? De az nem az enyém. Nekem kell fixen egy autó, ami az én nevemen van. Na, itt van egy
Egy komoly, nagy, luxus. De szerinted erre nekem telik? Most elmondom, hogy a saját pénzemből szeretném, eladom a kis autómat, és szeretném kipótolni, és nem fogja ilyenre. Jó, hát azért a haverom kipótolja. Nekem ne pótolgassa ki a haverod. Á, mindenki ilyen nőre vágyik, látod? Hát mégse becsüli meg, várjál már egy kicsit. Nem tudhatom azt, hogy nekem a Krisztiánnal későbbiekben hogy fog alakulni a kis életem. Én nem szeretnék egy percet sem autó nélkül lenni. És nem is fogok. Itt van egy hasonló márkája, mint a tiéd, csak mégis nagyobb. Melyik? Ez. Ez? Aha. Még ez a színe is olyan. De ez mi, ez üst? Aha, hát ilyen graffit ezüst. De én az ezüst autót nem szerettem, az enyém az pezsgő színű. Ebbe befér minden. Ez aranyos. Ugye? Ez kinyitatjuk? Persze. Mennyi osztogatnak ilyen autót? Ez nem kell olyan sokat hozzátenni. Nem. Tetszik? Hát látnom kéne feketébe vagy fehérbe, mert az ezüst autókat utálom. Nem szeretem a csajos autókat, de ez ugye a kettő között van, tehát a színével volt némi bajom, de azon majd változtatunk. Ú, nézd, milyen jó hátul is az ülés. Hát az ez összes. Nagyon jó. Ez nagyon jó, nagyon Balázs. Jó. Ez lehet, hogy én akarom. Jó. Mi nyomjam a kuplungot? Nyomj ki a kuplungot. És először ez? Gyújtás, és utána még egyszer indítod. Nézed már meg, mi ez? Te ez elindult magától. Ez nagyon jó. Ez tökéletes. Szerinted nem mehetek vele? Majd megkérdezem, biztos, hogy mehetünk is velem. Szerintem ez tökéletes. Nézd meg hátul, mekkora hely van. Ne a zene legyen az első. De hát a gyerekkel kell buliznom. Megnézed a csomagtartót? De nézed már meg, hogy van ülésfűtésem, meg ilyenek? Az nincs. Az hát nincs. A mostani kocsimba sincs. Várjál, ülésfűtés a Barinak a kocsiaiba van. Ja. Mert az luxus autó, az összes. Bakker. Hát egy kicsit gyere, szállj le. Hallod? Most elengedhetem a kuplungot? Persze. Gyere, nézzük meg a csomagtartót. De mi ez a navi? Az a navigáció, az nem érdekes. De tuti nincs van a navigáció, nem? Nincs, de majd mindent elmagyarázok. Nézd meg a csomagtartót, megnyomod a gombot. Jó, vedd ki a kulcsot. Nézd meg, hogy befér a babakocsi. Hallod, de még én is beférek. Babakocsi, gyerekülés, bevásárlás. Jó. Zárjál már, de te itt még rosszalkodhatok is az útszélén valakivel. De egyet nem értek. Hova szórod a pénzt? Nem szórom, Dani, imádom a kényelmet. Ezt nem, te szórod a pénzt. Bármit, mindent, pénzzel, most megvesszük, kifizetjük. Minden csak a pénz. Az egész életed a pénz körül forog. Dehogy forog. Belki Krisztián a pénz. De miért? Azért, mert te semmit nem tudsz pénz nélkül csinálni, semmit. Egyrészt pénzzel mindent el tudsz intézni, másrészt pedig van az a híres mondás, hogyha nem tudod pénzzel elintézni, akkor el tudod intézni még több pénzzel. Szerinted velem olyan nem fordul elő, hogy reggel otthon felejtettem a pénzem? Nem. Veled nem. Nálad mindig van pénz. Mindig. És neked mindenért, mindennek kell venned, mindenért fizetned kell, neked a pénz az életed. Nem bírod ki. Akármivel fogadom. De ki bírod? Akármivel fogadom. Halló? Szia! Szia, Manu! Jaj, beleszettem a poharat, hogyha az őtte. Nem vagyok ennyire rémisztő. Hát szerintem be. Hát mitől lennék rémisztő? Tudod, sokszor mondtam már, hogy Danival edzettem kétszer akkora, mint én. Hát ő is rémisztő. A Dani? Igen, de ő neki legalább cuki a feje, neked még az sem. De nekem a fejem is rémisztő? Uh-huh. Szép vagy. Kézzel, de voltam kocsit nézni a Balázsra. Tényleg? Aha. Thank you. Milyen kocsit? Most hallom. Hát olyat, amilyet szeretnék, valami családi autót. Natinak meg nekem. Családi autó? Uh-huh. És ki fizeti? Én. Na ezt már a zenefüleimnek. Nagyon nagyot nőtt a szememben Pamela, hogy ezt szeretné a saját fizetéséből és a saját dolgaiból megoldani ezt az autócserét. Nem tehetek mást, mint hogy bízom benne, hogy ez így is lesz. Megnézhetnéd, hogy szerinted milyen, mert találtam egyet. Légy szíves. Addig felöltöztetem a natkot. De mi ez? Milyen autó? Új vagy használt? Használt? Szerinted de mi? Millió kéveszek új autót? De most miért én menjek megnézni?
mert te vagy a párom, és szeretném, hogyha segítenél. De szerinted én értek a használt autókhoz? Ja, te csak az újakhoz értesz. Új autón kívül nem ültem másba, és nem is szeretnék. Azért autót nem minden nap vesz az ember, meg nem minden nap szándékozik egyáltalán, hogy talán majd veszek, csak jól esett volna, hogyha eljön, és valami érdeklődést mutat. Én egy használt autót telepre fogok elmenni, nem? Láttad-e engem autót telepen? Maximum autószalomba. Hát, kinek hogy megy, tudod? Ez nem ezen múlik. Hát akkor? Hát amíg nem tudok venni új autót, akkor én nem veszek biciklizet. Hát én tudok venni új autót, hát Istennek eladom az autómat, egy picit kipoltolom. De nem újat veszel, nem használtat. Mert nekem nem telik vadonat új akkor autóra, nem csak venni. A menőknek meg. Elfáradt az edzésen? Persze, hogy elfáradt. Az izé, Toldonival edzek már. Miért? Hát azért, mert ő is készül versenyre, és nekem 6 hét van a versenyem. És ő neki mikor van? Neki meg áprilisban. Tényleg? Aha, és nagyon-nagyon nagy darab. Viszont fogadtam vele. A Danival? Aha. Hogy? Azt mondta, hogy nekem csak a pénz számít. És ilyen igaza van. Krisztián nem bír pénz nélkül élni, de ezzel nincs is baj, mert senki nem tud pénz nélkül élni, csak nem mindegy a sorrend szerintem. Krisztián, belehalsz, ha nincs pénzed, bele. Neked semmi más nem fontos az életben, csak a pénz. Tényleg? Aha. Jó, minden most és meglátjuk. És bele is volna, pont. Meglátjuk, fogok vele találkozni, fogok vele fogadni, és eltöltök egy-két napot, csövezni fogok. Pénz és telefon nélkül, úgyhogy majd ne hívogassál Hódi, mert nem fogsz tudni elérni. De mit fogsz csinálni? Nem lesz pénz, és nem lesz nálam telefon, és túl kell élnem X időt. Kell szereznem hol? Kaját. Hol? Az utcán, mint a csövesek. Elmész csövesnek. Elmegyek csövezni, nem csövesnek megyek, nem leszek attól még csövesnek. De engem ne hívjál Berki, telefonfülkéből sem, amikor összekódultad az 50 meg 100 forintokat, fülkéből se hívjál föl.